Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Jelentős fejlesztések történtek Kapospulán. A Magyar Falu programnak köszönhetően felújították az orvosi rendelőt, szabadtéri fitnessparkot alakítottak ki, és új térkövezést kapott egy közel 500 méteres járdaszakasz. Utóbbi két beruházás eredményeként igazi közösségi tér jött létre a községben. Az orvosi rendelő felújításának köszönhetően pedig nem csak az ellátás minősége lett korszerűbb, de az épület fenntartása is olcsóbbá vált. Meg tudjuk nézni az EKG-ját, akár egy szívinfarktust észre lehet rajta venni, egy pitvafibrillációt. Modern orvosi eszközöket, például mobil EKG készüléket vásárolt néhány hónapja a kapospulai önkormányzat a helyi házi orvosi rendelőnek, valamint a védőnői szolgálatnak. A két ellátás egy épületben kap helyet, ami most a már említett pályázati rendszernek köszönhetően szintén megújult. Modern infrafűtő panelek kerültek a beltérbe, a működtetésükhöz szükséges energiát pedig mostantól megújulók termelik. Ez egy fűtéskorszerűsítési pályázat volt. Egy elavult hőtárolós fűtést váltottunk föl egy infrapanelos fűtésre, és az energia nagy részét azt a tetőre felszerelt napelemek biztosítják. Az orvosi rendelés vagy orvosi körzet az Atala és Kapospula ugyanaz a házi orvos látja el. Ugye a Kapospula létszáma 860 fő, és a védőnői szolgálat is itt van, és a védőnőnek körülbelül ilyen közel 100 gyerek van, akit ellát. Vagyis szép számmal vannak gyerekek a kaposmenti kis településen. Ez is közrejátszott abban, hogy a helyi önkormányzat egy kültéri fitnesspark megépítésére is pályázott a Magyar Falu programban, közvetlenül a nemrégen kialakított játszótér mellé. Így, amíg a gyerekek játszanak, a szülők edzeni tudnak a kicsiket felügyelve. A sportlétesítményt szintén most adták át. Ez egy A-típusú sportpark, igazából ezek úgy kerültek kiírásra, hogy a lakosság létszámtól függ, hogy hány eszköz van elhelyezve. Ez egy alap 10 eszköz van elhelyezve, ami nyújtásra és fekvőtámaszra alkalmas. Ugye gumi van alatta, hogyha valaki leesik, akkor ne sérüljön meg. A Magyar Falu programnak köszönhetően most a játszótér és a fitnesspark mellett található 400 méteres járdaszakasz is új térkövezést kapott. A település polgármestere szerint így egy igazi 21. századi közösségi teret sikerült kialakítani a faluban. Kapospulának egy, úgy gondolom, hogy a legszebb része. Itt egy nagyon szép játszótér van kialakítva, mellette ott van a Pajtaszínház, de én úgy gondolom, hogy ez egy komplex szabadidő park, amiben most minden megvan. Van a kisgyerekeknek a játszótér, a nagyobbaknak, a felnőtteknek ez a sportpark, és hogyha bármilyen falusi rendezvény van, ugye akkor a Pajtaszínházban meg lehet oldani. A most lezárult fejlesztések átadásán Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, hogy a Magyar Falu programnak köszönhetően tavaly több mint 1 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések a kaposmenti és a völgységi falvakban. Az elmúlt időszakban a Magyar Falu programnak köszönhetően nagyon sok településen tudtak megújulni az orvosi rendelők, a közösségi terek, kultúrotthonok. Úgyhogy örülök annak, hogy a 20-as évben az 58 településemből 56 település tud pályázni a Magyar Falu programra, ott 1,3 milliárd forintot tudtak megpályázni, illetve elnyerni. És az egész körzetre nézve pedig arról tudok beszámolni, hogy 3 milliárd forint fejlesztési forrás jutott erre a kerületre. Úgy gondolom, hogy a 20-as évvel elégedettek lehetünk, és reméljük, hogy ebbe az évben és a következő években is hasonló sikereket tudunk közösen elérni. A Magyar Falu programot 2019-ben indította el a kormány. A támogatási rendszer 3 pillérből áll. Ezek közül csak az egyik az önkormányzatok és egyházak által pályázható fejlesztések. Meglepően hangozhat, de ide tartozik még a hatalmas népszerűségnek örvendő falusi csok is, amit eddig országosan 17 000 család igényelt, mintegy 91 milliárd forint értékben. A Magyar Falu program részeként ezek mellett a kis településeket összekötő mellékútállózatok felújítása is zajlik. Tolna megyében utóbbi keretében 18 szakaszon mintegy 46 kilométernyi út újulhat meg. Ennek a mi falusi útalapnak hívjuk, ennek a falusi útalapnak a keretében, amit biztosan látunk már Tolna megyében 18 szakasz már kijelölésre került, amelyet
célozza a kormány felújítani. Ez 2019-20-as terv, 46 kilométernyi útszakasz került meghatározásra, ennek körülbelül a fele el is készült, ez több mint 2,5 milliárd forintos program keretében ennek a fele elkészült. A másik fele vagy folyamatban van a kivitelezés, vagy tervezés alatt áll, és a márciusban a jó idő beköszöntével neki lehet állni a munkálatoknak, és még az idei évben és a jövő év elején egy hasonló nagyságrendű, tehát kb. 40-50 kilométernyi úthozban szeretnénk további felújításokat végezni, és emellé jön még egyébként egy viszonylag nagyobb útkarbantartási, egy nagy felületű útburkolatjavítási program is. Itt is több százezeres nagyságrendű négyzetméter felületet sikerül majd kijavítani. Ez, amit Tóla megyét illeti. A Magyar Falu programot tehát 2019-ben indította el a kormány. A program országosan eddig 12 ezer pályázat 130 milliárd forintnyi fejlesztését tette lehetővé. A likviditás megtartása a legfontosabb, mondta Dombóvár ezévi költségvetési tervéről Pintér Szilárd polgármester. A városvezető kiemelte a tervek szerint közel 5 kilométer járdaszakaszt újítanak fel a városban ebben az évben, és tovább bővítik az ipari parkot is. Dombóvár első embere bizakodását fejezte ki az M9-es autópálya nyomvonalának véglegesítésének ügyében, mert ennek jelentős befolyása lesz a város további fejlődésére. Még nem kristályosodott ki végérvényes változata a költségvetésnek Dombóváron, de Pintér Szilárd polgármester ragaszkodik ahhoz a szemlélethez, hogy csak a meglévő források költhetőek el. Ennek a gondolkodásnak az eredménye, hogy a tavalyi esztendő jelentős javulást hozott a gazdálkodásban, ami abban is megmutatkozik, hogy nincs 30 napnál régebbi számla az önkormányzat asztalán. Minden évben az a legnagyobb kihívás, hogy azokat a feladatokat, amelyeket egy önkormányzatnak kötelező ellátni, azt mindig magasabb színvonalon tudjuk ellátni. Természetesen a feladat alapú finanszírozás is ebből az irányból érkezik. Nyilván minél kevesebb saját forrás szeretnénk a kötelező feladatokra felhasználni, hiszen a saját forrásaink tennék lehetővé a település fejlesztését. Ez a szándék évről évre mindig megvan a testületben is, megvan a költségvetés tervezésekor. Természetesen kompromisszumokat kell kötnünk önmagunkkal, hiszen nagyon fontos, hogy az óvodák, a bölcsődék, a szociális ellátásunk, az idős ellátás színvonalon nem romolhat, és ebben a tekintetben elengedetlen a saját források felhasználása is. A feladatok ellátásának színvonala nem fog romlani a jövőben, jelentette ki Pintér Szilárd. 4,5 milliárd a költségvetésünk főszöke, de ez egy csalókos szám, hiszen ennek azért 75-80%-a feladat alapú finanszírozásból származik, és kötelező feladatási célhoz van kötve, és meg vannak címkézve ezek a források. Ettől függetlenül 2020-ban megpróbáltunk mindent elkövetni, hogy 2021-re egy kiegyensúlyozott költségvetést tudjunk elfogadni. Az előző időszakból áthúzódó adósságok rendezése mindig megtörtént, percre pontosan. Szállítói állományunkat folyamatosan rendeztük. 30 napon túl lejárt számlakövetelése nincs senkinek, Dunaváros önkormányzat eszembe. Erre nagyon büszkék vagyunk, hiszen ezt már tavaly fél évre sikerült elérnünk. Hiszem, hogy tudjuk is tartani ezt a dolgot, és mindenféleképpen szállítóinkat időben ki tudjuk egyenlíteni. Közel 500 millió forint hitellel terhelt a város, ami hosszú távú hitel, így ennek kezelése nem megy egyik napról a másikra, mondta Dombóvár polgármestere. A 2019-ben vállalt 250 millió forintos kötelezettségből mi csak egy év ment el adósságszolgálat szempontjából. De hiszem, hogy ezzel már nem is érdemes erről hosszasan beszélgetnünk és beszélni, tudomásul kell vennünk ezt az állapotot, és nyilván tervezésnél ezt figyelembe kell venni. És nyilván hosszú távon nagyon fontos, hogy tudjuk fejleszteni az ipari parkot is, és az ipari park fejlesztésének első lépcsőjével az idén el tudunk indulni, és tényleg hangsúlyozom, hogy remélem, hogy csak az első lépcső, hiszen 250 millió forintból nem lehet egy Dombóvár méretű városhoz kialakítani megfelelő léptékű ipari parkot, de rövid távon tervezek az ipari park területének a bővítését is. Nyilván nagyon szerencsés lenne, hogyha a város evéli szándékáival egybeesne az az elképzelés, hogy az M9-es mégiscsak Dombóvárt érinteni, hiszen ez a történet akkor lenne kerek, és akkor érnénk mi is célba, hiszen az általunk létrehozott iparterületet benépesíteni, csak akkor tudjuk, hogyha ez megfelelő közlekedési infrastruktúra is kapcsolódik. Az év egyik legfontosabb feladataként jelölte meg Pintér Szilárd a járdaépítési program folytatását és a vízelvezető rendszer kiépítését.
Nyilván a járdák felújításában is nagyot tudunk előrelépni, hiszen a tavaly évben megkezdett térkőgyártási programunk hozadékából már most is 1 kilométernyi járdaszakaszra elengedő járda raktárunkban. Nyilván az idén ugyanennyit tudunk termelni, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg másik 2 kilométer járdaszakaszt fel tudunk újítani. Ezen túlmenően januárban sikerült beadnunk 3 pályázat a csapadékvíz elvezetés tárgyában, ami azon túlmenően, hogy érinti az árkok felújítását, az a párhuzamosan haladó járdák felújítását is érinti. Ez újból nagyjából 3,5 km járdaszakasz felújítását hozza maga után. Ha ezek a tervek valóra válnak és évvégére meg is tudjuk építeni ezeket, akkor azt gondolom, hogy 5 km járda még soha nem épül Dombováron egy évben sem. Továbbra is azt tudom csak hangsúlyozni, hogy a likviditás fenntartását tartom a legfontosabb tényezőnek egy önkormányzati költségvetés életében is. Felújítják az óvodát, új játszóteret kapnak a gyerekek, és a falu járdája is megújulnak Kocsolán. 2020 kihívásokkal teli évet jelentette a település vezetésnek. Lajos Anikó polgármester az idei esztendőről szólva azt emelte ki, minden pályázati lehetőséget megragadnak a település fejlődésének érdekében. Az óvoda és az iskola zavartalanul működött a veszélyhelyzet idején Kocsolán, de a nagy hagyományokkal bíró közösségi rendezvények elmaradtak. A település vezetés azonban a pandémiás időszakban is kiemelt figyelmet fordított a falu lakosságára. Sajnos a rendezvényeink elmaradtak az elmúlt időszakban. Egyetlen egy eseményt tudtunk megtartani, ez a hagyományosnak mondható nőnapi bálunk, vagyis asszonybálunk. Ez volt az év első, és most már tudjuk, hogy az utolsó rendezvénye is. A többi rendezvényeinket már sajnos a pandémiás helyzet miatt nem tarthattuk meg, így a falunapunk, az idősek napja, az ifjú polgároknak a kis tea délutánja mind-mind elmaradt, de valahogy szerettük volna a lakosságot kompenzálni, ezért az idősekhez is a képviselőtestület tagjai személyesen mentek el, és vitték jó kívánságukat, és pénzbeli támogatást nyújtottunk nekik. Ez 200 feletti létszámot jelent. A fogyatékkal élőket és a rokkantsági ellátásban részesülő polgárokat szintén pénzbeli juttatásban részesítette az önkormányzat. Minden réteget szeretnénk megmozgatni, tehát minden rétegnek valamiféle juttatást, támogatást szeretnénk eljuttatni, ezért a tavalyi évben már a lakhatási, a lakásfenntartási támogatásunk is nagyon jól működött. Erre az évben, most januárban már kiküldtük a kérelmeket, ezek folyamatosan be is érkeztek, és február hónappal ezeket tudjuk folyosítani a családoknak. Úgy gondolom, hogy ezzel a rezsiköltséget kicsit tudjuk csökkenteni. Az idei évnek újult erővel vág neki a településvezetés, az már biztos, hogy Kocsola épülni és szépülni fog. A 2021-es évre nagyon sok feladat vár ránk, nagyon sok célkitűzésünk van, amit meg szeretnénk valósítani. A Magyar Falu program által 3 pályázatot sikerült elnyernünk, ez egyszer az óvoda felújítása, amire 39 milliót pályáztunk és kaptunk is meg. Ez teljes óvodafelújítást jelent, ezen kívül az óvodába egy új játszótér is el fog készülni, és utakra, járdákra is pályáztunk, ezek közül a járda pályázatunk nyert, aminek az anyagköltsége 5 millió forint, ezen elkezdhetünk a járdát térkővel lerakni. Minden pályázati lehetőséget megragadnak, hogy a falu tovább fejlődjön. A tavalyi év folyamán nem sikerült elnyernünk a közösségi térre a pályázatunkat, ezt idén is beszeretnénk mindenképp adni. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt a falu központjába ezt a létesítményt létrehozzuk, és egy szép színvonalat emeljünk falunkba. Folyamatban van, 2 millió forintot nyertünk az illegális hulladék lerakónak a felszámolására, és a közmunkások segítségével fogjuk a szelektálni a hulladékot és a konténerekbe helyezni, és folyamatosan elszállítani. A templom új köntöst kap a faluban. Hamarosan befejeződik az épület külső felújítása. Ezt a pályázatot az egyházmegye nyerte és bonyolítja le. Úgy néz ki, hogy most már a templom felújítása kívül teljesen megoldódik. Belső munkálatok azok még visszavannak, csak sajnos a pályázat már nem teszi lehetővé, hogy ezt
a belső munkálatokat is pályázat útján meg lehessen valósítani. Ez teljesen az egyház megye által kiírt pályázat, és annak a megvalósulása is ez. Terveink között szerepel még a szünidei táboroztatást, amit az önkormányzat átvállalná ennek a költségét, és itt a gyermekeket tudnánk a nyár folyamán táboroztatni. Falunapot meg szeretnénk tartani, szüreti felvonulást szeretnénk tartani, a júliusi búcsút meg szeretnénk tartani. Reméljük, hogy most már a helyzet majd lehetővé teszi, hogy ezeket a rendezvényeket meg is tudjuk valósítani. NAK községért alapítvány tagjai különös gondot fordítanak a hagyományok ápolásának. Szeretnék megőrizni a faluban az összes olyan emléket, amelyet érdemes megismernie az utókornak. Ez a gondolat vezérelte az alapötletet a Naki Falu Múzeum létrehozásában is. A jövőben a kulturális rendezvényeken például régi népviseleti ruhákban öltöztetik be a helyi fiatalokat. Ez a legalább 100 éves épület őrzi azokat a tárgyi emlékeket, bútorokat, népviseleti ruhákat, mindennapi használati tárgyakat, amelyek a Nakon élő emberek életviteléhez tartoztak a múlt században. A Falu Múzeumban Vörös András László, a NAK Községért Alapítvány kuratóriumának elnöke vezetett körbe bennünket. A civil szervezet 8 évvel ezelőtt vásárolta meg a házat romos állapotban, ezután felújították és berendezték. A múzeumnak a főbejáratából nyílik rögtön a konyha. A konyhában több tőlem jobbra látható, úgy hívják, hogy a rakott sporhelt. Sparhelt. Ezt én csináltottam, egy teljesen eredetiről ennek a mását. Ebben lehetett sütni, lehetett főzni. Rajta, ami látható, azok a régi olyan használati eszközök, amik tulajdonképpen abban az időben mindig is használatban voltak. A tőlem balra, amit látható, ez volt az ünvelt mosdó, a kis okerlin, ez a fa edény, ezt úgy hívják, hogy pofa mosó melence. Tehát nem medence, melence. Ezt használták lavór helyett. Fölötte van egy kis pici kis polcocska tükörrel, abban mondtak a férfiaknak a borotválkozó szerei. A hátsó szobát az öregek szobájának nevezték el. Az öregek már nem aludtak egymás mellett, tehát külön is vannak az ágyak. Ezek olyan ágyak, amik még körülbelül a múlt század elején készültek. Egy Naki asztalos mester csinálta őket. A szobában két bábut csináltunk. Az egyik a idősebbik férfi, a másik a felesége. Mindegyikük a megfelelő népviseleti öltözékben van. A férfin láthatjuk, hát nyilván a kalap elmaradhatatlan. A vászoring és a mellény is. Na most kétfajta nadrágot használtak, ami most a férfin látszik, az úgy hívják, hogy bő gatya. Egy jó ég tudja, hogy hány négyzetméter vászonból készült. Több változata volt neki, tehát nagyobb, kisebb, és olyan is volt, amit úgy hívták, hogy rödös gatya, amit két centinként kivasaltak. Két centinként vasaltak bele élet. Na most van egy ilyenünk, de nincs, aki kivasalja, nincs türelme, aki kivasalja. Az öreg mamin az a fajta ruha látszik, tehát 50 felett már vagy barnába, az özvegyasszonyok még csak feketében jártak. Hogyha megnézzük a földön a lábbeliket, eléggé érdekes képet mutat. Nem látszik a gatyától a bőrcsizma, ez elengedhetetlen volt. Használtak még gyapjúból kötött, úgy hívták, hogy kapca, egyébként a hivatalos elnevezés sváb kapca, bőrpapucsal. A fából készült klumpa is a rendszeresen hordott lábbelik közé tartozott. Asszonyok és gyerekek szintén használták, még télen is abban jártak ki az udvarra. A lakosság katolikus vallású volt, az ágyak felett szentképek díszítették a falat. Különlegességnek számít ez a 150 éves fali óra, amely egy évszázadon keresztül korát meghazudtolva tökéletesen működött, meséli Vörös András. Ezen kívül még számos kuriózumot rejt a gyűjtemény. Próbáltuk az épületet úgy meghagyni az eredeti állapotában, ahogy az készült. Hogyha felnézünk a plafonra, akkor látszik egy úgynevezett mestergerenda, és arra épül rá a többi.
geranda, és ezt a színt, mivel azt befestették, át akartuk festetni, de aztán később meggondoltuk magunkat, mert maga ez a kifakult szín is olyan rustikus, hogy ezt nem lehetne utánozni. Ezt a szekrényt a naki asztalos mester Magos Mihály készítette, aki hátul, vagyis a falu múzeumként működő ház mögötti épületben lakott. Abban az időben ugyanis több család építkezett ugyanazon a telken. Egyedi faragású, tehát ilyet biztosan vagyok, hogy nincs még egy a faluba. Tehát az az asztalos mester, aki ezt készítette, nem csak tömeggyártást csinált, hanem egyedi darabokat, és ezek a minták, amik rajt vannak, ezek annyira egyediek, hogy szinte másolhatatlan. Az itt levő Kásztinak nevezett fiókos szekrényem, szintén közadakozásból kaptunk könyveket, egyébként tele vannak mindenhol könyvekkel, főleg imakönyvek. Én tettem fel egy felhívást, hogy a faluban bárkinek, ha imakönyve van, örökség vagy van, ne dobják ki. Mi mindent megőrizzük. Úgyhogy megyünk tovább, látunk, ezt meg is fogom mutatni, így olyan széket, ami egyébként általános volt, de ez a szék, ez azért érdekes, mert a rajta levő gyékény fonás is egy művész csinálta valamikor. Tehát nem az általános gyékény szálak vannak összesodóra, valami meg is vannak fonva. Mögöttem van egy zinger varrógép, ami még működőképes lenne, egy icurka-picurka tengely hiányzik csak belőle, és működőképes lenne. A rajta levő kis flitteres mellé, ez valamikor egy kislányé volt, és tőle kaptuk. Ha hátra nézünk, ez a tükrös, vagy ehhez hasonló tükrös szekrények, ezek általánosok voltak, szinte mindenhol volt, mindenkinél. Tehát egy tükör mindig kellett valakinek. A mellette levő ládán ugye azok a világító eszközök vannak, amiket akkor használtak. Az akkori népviselet része volt a férfiaknál az öltöny kalappal, asszonyok bársonyszoknyát hordtak köténnyel, a fejükön pedig pillét. A gyűjtemény nem teljes, a házban ugyanis nincs elég hely az összegyűjtött emlékeknek. Így a nagyobb tárgyakat az alapítvány tagjai őrzik, kiki a maga házában. Vörös András azt mondta, szeretnének megoldást találni, és az eddig összegyűjtött összes szuvenírt egy helyen kiállítani. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!